Zoárd napi sokadalom Vásárosnaményban. A kétnapos fesztivál felvonulással indult, majd rendhagyó módon rekordkísérlettel folytatódott. Gondolkodtunk azon, hogy milyen új elemet próbálhatnánk ki a Zoárd napi sokadalomban, ami még nem volt, és valahogyan felötlött az, hogy mi lenne, ha egy szép beregi népdalcsokor elhangozna nagyon sok ajakról, és hát innen adódott az ötlet, hogy akkor ez legyen egy rekordkísérlet. Megcéloztunk egy ilyen 5-600 fős létszámot. Jelen pillanatban bizakodóak vagyunk, bár azért az időjárás is igyekszik rekordot dönteni, és mivel sok idős jelentkezőnk is van, meglátjuk, hogy a hőség ellenére is kimernek-e jönni. A legidősebb jelentkező 99 éves Vásárosnamény legidősebb polgára, Szolnok Feri bácsi, aki semmiből nem maradt ki, és hát gondolom azért az ő korosztályának ez a meleg, ez azért egy kicsit sok. A szervezők több intézményt, civil szervezetet és önkormányzatot kerestek meg a rekordkísérlet előtt. Szinte mindenütt nyitott ajtókon kopogtattak. A Panoráma Világklub színeiben jöttünk, nagyon fontosnak tartom én, mint hagyományőrző, ezt a mostani rendezvényt, hiszen a nép hagyományokat nem csak őrizni kell, hanem így, mint most is a mai alkalommal továbbadni, hadd lássák azok is, akik tulajdonképpen nem is nagyon ismerik ezeket a népdalokat. Csodálatos három népdal, ezt még valamikor édesanyám is mindig főzés közben énekelte, úgyhogy én már kisgyerekkorom óta tudom ezt. És amikor először megláttam a hirdetést a Facebookon, akkor elhatároztam, hogy itt leszek, mindenféleképpen, pedig barátnőmnek, a férjének a temetéséről jöttem egyenesen ide, de annyi időt szakítottam, hogy a szatmári népviseletet is magamra öltsen. A rendezvényt a város névadójáról, a honfoglaláskori Zoárd kapitányról nevezték el, aki a Tisza beregi szakaszához érve úgy bíztatta Gergely nevű vitézét, ugorjna, majd miután a vitéz átkelt a Tiszán, tovább küldte no menj felkiáltással. Az átkelést nem vállalók és a Tisza partján letelepedettek lakott helye a monda szerint így kapta a Gergely és ugorjna, valamint a namény nevet. 2011-ben kezdtük el a Zoárd napi sokadalom rendezvényünket. Gyakorlatilag ez a 11. alkalom érdekes módon, hiszen a Covid miatt egyszer kimaradt, aztán pedig két alkalommal lementünk Gergely Gornyára, helyszínváltozást kezdeményeztünk, aztán rájöttünk, hogy jobb lesz ez a két híd között, hiszen a mottónk is az, hogy híd, hagyomány és szórakozás között. A gasztronómia, a szatmár bereg megismerése, kiemelten Vásárosnaményi a bereg szíve és az itt élő embereknek a mindennapjainak a megismerése, valamint a múltunk, a hagyományaink, a népszokások, mindazok megelevenednek ezeken a rendezvényeken, és megelevenedtek eddig is, amelyek által mi meg szeretnénk mutatni magunkat. Szeretnénk azt, hogyha az ideérkezők visszatérő vendégeink lennének, hiszen Vásárosnaménynak, mint a bereg szívének a legfontosabb kitörési pontja a turizmus. A Guinness rekord kísérletre közel 20 településről érkeztek vendégek. Most, hogyha lehet azt mondani, nem is mint megyei közgyűlés vagyunk itt, hanem inkább mint a vármegyei értéktár, mert valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a rekordkísérlet, ez ne csak hogy eredményes legyen, hanem nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy például szolgáljon majd másoknak is, hogy igenis lehet olyan kezdeményezéseket megvalósítani, amely egy picit színesíti a hétköznapokat, picit színesíti egy-egy településnek az ünnepnapjait is, és bízunk benne, hogy majd itt, aki eljön, a hőség ellenére biztos, hogy nagyon jól fogja érezni magát, és hosszú-hosszú évek múlva is emlékezni fog arra, hogy ennek a rekordkísérletnek a részese volt. A rekord végül sikerült. Igaz, a kánikula miatt az előzetesen regisztrált 720 emberből nem érkezett meg mindenki. A rekord közeli melegben pedig 400 aktívan éneklő résztvevőt számolt össze a hitelesítést végző szakember.